Honfitársaim, sajnos hiába hoztunk egy hangosító autót, nem engedik ide hangosító autónkat, úgyhogy maradunk a régi megszokott 2006-2010 közötti megafonnál, de a lényeg, hogy így is hallatszódik az igazság. Először is, amikor azzal próbáltak minket fenyegetni és ijeszgetni, hogy majd itt fog terjedni a vírus, mert sokan egy helyen leszünk, már akkor nagyon demagóg, hazug szólamokkal próbálták megakadályozni, hogy éljünk a gyülekezéshez és a szólás szabadsághoz való jogunkkal, hiszen jelenleg a legjobban a vírus az úgynevezett oltópontokon terjed. Látjuk azokat a felvételeket, ahol elképesztő zsúfoltság, óriási tömeg van arra hivatkozva, összeterelve, hogy megkapják a védelmet a koronavírus ellen. De elég csak felszállni bármikor, amikor a magyar ember mondjuk munkába siet, egy állami vonatra, és a vasúton is az ember megtapasztalja, hogy mekkora a zsúfoltság, vagy a tömegközlekedési eszközökön mekkora a zsúfoltság, vagy mekkora a zsúfoltság a hipermarketekben, amelyek elképesztő gazdagságra tesznek szert éppen a koronavírus miatt. De óriási volt a tömeg, a tumultus itt a mögöttem látható kaszinóban is, azokban a kaszinókban, amelyek néhány nappal ezelőttig még működhettek, és akár gócpontjai lehettek a koronavírus terjedésének. Ez nem zavarta a kormányt. Természetes, hogy nem zavarta a kormányt, hiszen a mögöttünk látható kaszinó is kormány közeli kezekben van. De azt is ki kell mondanunk, hogy amikor egy esztendővel ezelőtt bejelentették, hogy megjelent a koronavírus Magyarországon, akkor mi felelős pártként, politikusokként, parlamenti képviselőkként rögtön arról biztosítottuk a kormányzatot, hogy számunkra a magyar emberek megvédése a legfontosabb. Aztán, ahogy teltek, múltak a hónapok, kiderült, hogy valami nem stimmel ezzel az egész koronavírus őrülettel kapcsolatban. Kiderült néhány nagyon érdekes információ, például az, hogy az a Bill Gates, aki évekkel ezelőtt megjósolta hajszál pontosan a jelenlegi járványt, az egyik befektetője annak a BioNTech nevű németországi székhelyű cégnek, amely a Pfizerrel és egy kínai céggel egyesülve ma elképesztő dollár milliárdokat keres az oltásai következtében. Aztán sok minden egyéb dolog is kiderült. Az is kiderült, hogy ma Magyarországon a koronavírus miatt elhunyt betegek esetében mindössze 0,9% volt az, akinek nem volt más betegsége, más társ betegsége. Erről sem igazán beszél a média, zajlik a pánikkeltés, és erre hivatkozva zajlik a szabadság jogaink megcsorbítása, és zajlik Magyarország tönkretétele. Aztán még valami kiderült. Kiderült az, hogy Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke egy új világrend kialakításáról beszél. Nem akárki ez az ember, hiszen a világgazdasági folyamatok irányítója, a Világgazdasági Fórum. Amit ő mond, az nagy valószínűséggel úgy is lesz. És ő azt mondja, hogy itt az ideje a nagy Great Resetnek, az újrakezdésnek, és át kell alakítani a világot. Volt már ilyenben részünk, az első világháború után például, amikor jött az új világrend, akkor azt észrevettük Magyarországon, hogy mit okozott. Trianont, Magyarország tönkretételét, amit csak a két világháború közötti rendszer és a rendkívül sokat dolgozó magyarok tudtak megakadályozni a munkájuknak köszönhetően. Az új világrend nem más szeretne, mint azt, hogy feladjuk a szuverenitásunkat. Egyetlen egy állam sem lehet független, szabad, szuverén állam, ahol az államadósság olyan szintre jut, ahová a jelenlegi elhibázott kormányzati intézkedésekkel Magyarország halad. Az 1995-ös államadósság szintjére jutott Magyarország, mindössze néhány havi lezárás után. Ezek után jelentette be a kormányzat azt, és miniszterelnök Orbán Viktor azt, hogy akár végtelenségig is tarthatnak a lezárások, hiszen folyamatosan újabb és újabb utásokat jelentenek be. Látnunk kell azt, hogy ez a vírus, ez itt van,
nem tagadjuk a vírus, a koronavírus, az új koronavírus, a SARS-CoV-2 létezését, de azt is látni kell, hogy itt fog maradni. Ugyanúgy, mint a többi koronavírus, mint az influenza és minden más egyéb vírus. Meg fog szelidülni nyilvánvalóan, és valószínűleg egy év múlva már erre a pánik helyzetre senki sem fog emlékezni. Csak nem értik majd a honfitársaink, hogy miért nem tudják megvenni az élelmiszert a boltban, miért ekkora az infláció, miért veszítették el a munkahelyiket, miért mentek tönkre a magyar vállalkozások, miért kényszerülnek újabb magyar százezrek külföldre munkát vállalni, és nem értik azt, hogy hogyan veszítettük el még azt a jogunkat is, hogy saját magunk dönthessünk arról, hogy kiállunk-e ez ellen, felszólalunk-e ez ellen, és tüntetünk-e ez ellen. Azért veszítjük el a szabadságunkat, mert az államháztartási hiány jelenleg nagyobb, mint valaha volt Magyarországon. Soha, még az elsikkasztott rendszerváltozás idején, akkor, amikor napi szinten robbantottak föl autókat a maffiózók, a politikai maffiózók, még akkor a rabló privatizáció idején sem volt akkor államháztartási hiány, mint ami jelenleg van. Képzeljétek el, hogy akkor milyen irányba halad most Magyarország. Mi lesz itt egy-két éven belül? És főleg a 22-es választások után robban majd az igazi bomba. Akkor derül ki, hogy Magyarország tönkrement. Ha valamikor, akkor március 15-én kell megakadályoznunk és felszólalnunk a szabadságunk érdekében. Azért kell most felszólalnunk, mert meg kell akadályoznunk ezt az eltiprást, meg kell akadályoznunk ezt a tönkretételt, és vissza kell szereznünk a szabadságunkat. Az elmúlt egy év alatt kiderült, mi nem felelőtlen, őrült vírustagadók vagyunk, hanem tapasztalatból, egy év tapasztalatából mondjuk azt, amit most mondunk. Látjuk azt, hogy ha most nem lépünk, akkor akár egy hónap múlva, vagy két hónap múlva már késő lesz. Most kell valamit tehát tennünk. Mert ezért március 15-e a szabadságharc szellemében nem 12 pontot hirdetünk, hanem csak 6 pontot. De ez a 6 pont, ez rendkívül fontos ahhoz, hogy kikerüljünk a jelenlegi helyzetből. És akkor ezt a 6 pontot, ezt ismertetem. Az első pont, követeljük, hogy ne zárják le a gazdaságot. Hagyják dolgozni azokat a magyarokat, akik dolgozni szeretnének. A második pontunk, a veszélyeztetett csoportokat. Azokat kellene védeni, és azok maradjanak otthon, akik félnek a vírustól. De akik nem félnek, akik úgy érzik, hogy immunisak a vírussal szemben, vagy akik úgy érzik, hogy fontosabb Magyarország szabadsága, szuverenitása és a jövőnk, azokat hagyják élni, hagyják dolgozni, és hagyják, hogy úgy tegyenek, ahogy egy évvel ezelőtt naponta tettek. A következő pontunk, ne legyen Magyarországon kötelező oltási könyv. Az oltási könyv... Az oltási könyv, az oltási igazolvány, amelyben már megint Bill Gates cége bukkant fel, diszkriminatív. A szabadságunktól fosz meg minket, és ki kell mondani, amit orvosok is kimondanak, hogy jelenleg emberkísérletek zajlanak az oltásokkal kapcsolatban. Következő pontunk, ne zárják be az óvodákat, iskolákat, oktatási intézményeket, ne vegyék el az ifjúság jövőjét, és ne vegyék el az ifjúság jelenét sem. Annál is inkább, mert 18 év alatt ezeket az ember kísérlethez hasonló oltásokat be sem lehet egyébként adni. Következő pontunk, ne vegyen fel a magyar kormány újabb hiteleket. Akadályozzuk meg az adós rabszolgaságot, mert azt a magyar emberekkel fogják visszafizettetni. Ezért lesznek magasabbak az adók a következő időszakban, ezért lesz kevesebb pénz a magyar emberek zsebében. És ezzel összefüggésben mondom a következő pontunkat.
az eddig okozott kárt, amelyet a magyar embereknek és a magyar gazdaságnak okozta a kormány az elhibázott intézkedéseivel, járvány szolidaritási adó kivetésével pótolja, és abból béreket emeljenek, és abból mentsék meg a most bajba jutott ágazatokat. Járvány szolidaritási adót követelünk a koronavírus haszonélvezőire, a kaszinó tulajdonosokra, akik megszedték magukat az elmúlt egy év alatt, a multi cégekre, hiszen az IKEA, a hipermarketek szintén kaszálhattak, és a hipermarketek jelenleg is kaszálhatnak, egészen elképesztő módon, ha bemegy az ember egy óriás hipermarketbe, akkor azt látja, hogy a magyar ember kis üzletét bezáratták, ahol esetleg három ember lenne jelene, miközben a multicég hipermarkete pedig zsúfolásig tele van emberekkel, és nem szabad téren gyülekeznek, mint ahogy azt mi most tesszük. Azt is követeljük, hogy szintén vessenek ki járvány szolidaritási adót a digitális óriás cégekre. A Facebook, a Google és a többiek dagatra keresték magukat az elmúlt egy esztendőben, és keresik magukat továbbra is a koronavírus miatt. Bill Gatesre és a többiekre, mindenkire járvány szolidaritási adót követelünk. Szintén követeljük, hogy vessék ki a járvány szolidaritási adót a gyógyszeriparra. Az elmúlt egy esztendőben azt tapasztaltuk, hogy egyrészt az oltásokból irgalmatlan milliárdokat, dollár milliárdokat keresnek és fognak keresni ezek a cégek. De azt is tapasztaltuk az elmúlt egy esztendőben, hogy óriási bevételekre tettek szert például a mindenféle úgynevezett vitamin és egyéb termékeket előállító gyógyszeripari cégek is, miközben nem én mondom, hanem az orvosok, hogy ezeknek nagy része étrend kiegészítőként kerül a boltok vagy akár a gyógyszertárak polcaira, és senki sem vizsgálta be, hogy egyébként mit teszik meg az ember vitaminként. Óriási pénzeket kerestek az elmúlt egy esztendőben. Ezeknek a cégeknek a bevétele egy év alatt hatalmas, hatalmas mértékben növekedett. Azt követeljük tehát, hogy adózzanak, és az ő adójukból fedezzük azt a kárt, amit az elmúlt egy évben, és amit a jelenlegi időszakban okoz a magyar kormány, és okoz az egész Európai Unió a magyar embereknek, a magyar gazdaságnak. Szabadságot, független Magyarországot követelünk, szólásszabadságot, mert az utolsó pontunk az pontosan arról szól, amiről a mai március 15-i összejövetelünk szól, sajtószabadságot, ahogy azt 1848-ban is követelték, a cenzúra eltörlését követeljük. Elképesztő és fölháborító az, hogy meg akarják tiltani azt, hogy a koronavírussal kapcsolatban elmondjuk az igazságot, hiszen nem mondhatjuk el a világhálón, mert törölnek érte minket. Óvatosan kell fogalmaznunk, öncenzúrát kell alkalmaznunk, ha beszélni akarunk a koronavírus őrület miatt okozta helyzetről. Mert cenzúra van. Mert ez a cenzúra brutálisabb, mint ami 1848-ban volt. Követeljük tehát a sajtószabadságot. Ezek a pontjaink, és ennek szellemében folytatjuk a küzdelmünket Magyarországért, a magyar emberekért. Szabadságot, független Magyarországot, fel a győzelemre!